Mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves barátaim, jó estét kívánok! Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni! Próbálom megigazítani ezt a izeit. Okay, remélem nem fog kiesni belőle. A telefonom, amiről ezt a kis közvetítést nyomatom. Jó estét kívánok Csabának, szeretettel üdvözlöm! Szeretettel üdvözlöm Kirit! Jó estét kívánok Dávidnak, szeretettel üdvözlöm Pétert! Jó estét kívánok Zoltán, jó estét kívánok Erika, szeretettel üdvözlöm Veronikát, tisztelettel köszöntöm Ödönt. Csomó minden megbeszélni valónk van, annál is inkább, mert hogy nem találkoztunk egymással, nem találkoztunk egymással, most már 3 napja, pontosabban 2 este kimaradt, ugye péntek és szombat este szokásosan. Jó estét kívánok! Igen, igen, Kiri, te voltál ma este az első. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szeretet üdvözlöm Kós Laci barátomat, Mártont, jó estét kívánok Évának, Csillának, gyülekezik a kemény mag, csupa ismerős név. Jó estét kívánok Györfi Laci barátomnak, szeretet üdvözlöm Zoltánt. Okay, ma Adárhó 24-e van, egyébként csak bejelentem, vagy elmondom, hogy több mint 2 hónapja most, mert konkrétan emlékszem, tévét hónap 20-án kezdtük el ezt a 7. Lubavics Rebének a Hájomjom című könyvéből való tanulás, szóval hogy ezt a könyvet használjuk este ezekre a kis beszélgetésekre sorvezetőként. Úgyhogy több mint 2 hónapon vagyunk túl, még 6-szor ennyi van, és befejezzük az egész könyvet. Nekem közben itt összegyűlt már több mint 20 oldalnyi anyag, 20 A4-es oldal, szóval, hogyha ilyen könyvbe lesz kinyomtatva, vagy ilyen formátumban körülbelül, akkor az természetesen sokkal több lesz, vagy sokkal több mint 20 oldal. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, ez rendkívül jó érzés. És a következő lesz ma a tananyag, vagy a mai beszélgetés témája. Nem túl egyszerű, úgyhogy remélem, hogy sikerül értelmesen elmondanom. Elég bonyolult dologról, elég elvont koncepcióról van szó, Közben köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak. Mihály, jó estét kívánok Ábelnek, szeretőzöm Áslaci barátomat, Dórit, Margitot. Oké, a következő helyzet. Volt egy híres haszid, a korai Lubavics Rebék egyik híres követője, úgy hívták, hogy Hillel Paritzer rabbi. Szóval Hillel Paritzer rabbi egy híres szereplő, rengeteg haszid történetben szerepel. Hillel Paritzer rabbi azon kérdésére, hogy vajon olyan helyeken is kell tanulmányozni a haszid irodalmat, ahol semmit sem tudnak a haszidizmusról, a Mitl Rebbe, a második Lubavics Rebbe azt válaszolta. Szóval először felolvasom az egész szöveget, aztán elmondom, hogy miről van szó. Tehát eddig ott tartottunk, hogy a Mitl Rebbe, a második Lubavics Rebbe, azért hívják Mitl Rebbének, ő volt a középső Rebbe, mert az első Rebbe volt az Alter Rebbe, az első Lubavics Rebbe, a harmadik Rebbe volt a Cemach Cedek, és a kettő között volt a középső Rebbe. Miért mondjuk, hogy középső? Hát a Cemach Cedek után még jött másik 4 Rebbe generáció, de valahogy az első 3 Lubavics Rebbe, ott bezárult egy kör. Az Alter Rebbétől a Mitl Rebbén, tehát a második Rebbén át a harmadik, a Cemach Cedekig, a harmadik Rebbéig, ott bezárult valami kör. És a Chabad haszidizmus egy kicsit más, ha nem is mondom, hogy más irányt, de egy kicsit más megközelítést vett a haszid tanok tekintetében, a 4. rebétől kezdődően. Okay, tehát a következőt olvassuk. Hillel Paritzer rabbi azon kérdésére, hogy vajon olyan helyeken is kellett tanulmányozni a haszid irodalmat, ahol semmit nem tudnak a haszidizmusról, a második Lubavics Rebbe azt válaszolta. Azt mondja, a lélek hallja a haszid tanítások szavát. Mit jelent ez? Úgy van írva, ezt meg kellett volna néznem ezt a verset, éneke 4.15. Úgy van írva, hogy Libanonból csörgedezik. Van egy nagyon szép vers Salamon énekek énekében, a magyar fordítást nézem, azt mondja, kertekben lévő kút, élővíz forrása, mely Libanonból csörgedezik. Ugye itt Salamon király beszél az énekek énekében a Tóráról. Még egyszer, élővíz forrása, kertekben lévő kút, élővíz forrása, mely Libanonból csörgedezik.
Azt mondja a második Lubavitchre, azt válaszolta Hillel Paritcher rabbinak, amikor ő azt kérdezte, hogy vajon olyan helyeken is kell-e haszidizmus tanulni, haszid tanokat tanulni, olyat, mint amit most tanulunk, ahol egyébként nem ismerik a haszid tanításokat. És azt mondta, természetesen, hiszen úgy van írva, Libanonból csörgedezik. Mit jelent ez? Héberül a Libanon szó, azt ott három héber betűt használunk. Lamed. Libanon úgy van írva, hogy Lamed, Beit, Nun, Vav és Nun. Ez összesen öt betű, de három betűből áll, mert a Nun betű meg van ismételve. Ugye Nun betű meg van ismételve, Levanon, pardon, négy héber betűből áll, amelyből kettő meg van ismételve, és ketté lehet bontani ezt a szót héberül, ezért mondtam, hogy egy kicsit bonyolult a tananyag. Levanon, Lev, az azt jelenti szív, a szónak az első szótagja, Libanon héberül, Levanon, annak az első szótagja a szívet jelent, és egyébként a két betűnek, a lamednek és a bétnek, minden héber betűnek, ugye tanultuk korábban, van számértéke, minden betűnek van valamilyen számértéke, a lamed az a 30, a bét pedig a 2, a kettőnek együtt lev, szív, a számértéke 32, és ez utal a chokhmá, a tudás, az a 10 isteni szférából a legalsóbb szféra, az emberi intellektus legalacsonyabb fokáról, mindjárt részletesen beszélek, vagy hogy miről van szó. A kabbalisztikus irodalom szerint a chokhmának, a tudásnak 32 útja van, vagy 32 szintje van. És a nun, az pedig ugye Levanon, tehát az ott a Libanon szónak a második szótagja, elnézést, egy kicsit bonyolult, az nun, vagy non, az pedig annak a héber nun betűnek a számértéke 50. Itt nem a három betűt kell összeadni, az nem 50, hanem a nun, mert úgy is jön ki pont a szó, ahogy a héber betűt hívják, annak a számértéke 50, ez pedig utal a biná. A biná az értelem, ez az intellektus második, és az isteni szféráknak a második szintje, annak az 50 kapujára. Ebben most nem menjünk bele nagyon részletesen, a kabbalisztikus irodalom szerint ugyanis a chokhma, a tudás 32 szinttel, vagy 32 útja van a tudásnak, 32 szintje van a tudásnak, az értelemnek pedig 50, ha úgy tetszik, 50 kapuja, vagy 50 szintje. Azt mondja tehát, hogy a Libanon szó az utal a chokhmára és a binára, tehát a tudásra és az értelemre, amikor a lélek hallja a haszid tanításokat, elkezd csörgedezni cseppekből álló folyamban, míg megvilágosodásra élteti a testet, mindez pedig a cselekedj jót formájában manifestálódik, a 248 pozitív, azaz cselekvésre ösztönző parancsolatban, és a hagyj fel a rosszal, amely a 365 negatív tiltó parancsolatot jelenti, elnézést, ez egy kicsit egy bonyolult volt, most rögtön el is magyarázom, hogy miről van szó. A következőről van szó. Azt írja Dávid király a Zsoltárokban, hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj a békére, és kövesd azt. Szur mei rá va szei tov, vakes shalom verot fejhu. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj a békére, és keresd, kövesd azt. A hagyományos értelmezés szerint, amikor azt írja Dávid, hogy hagyj fel a rosszal, a rossztal való felhagyás, tehát a bűntől való menekülés, az megegyezik a Tórának vagy a 365 tiltó parancsolatával. Ugye a Tórában van 313 parancsolat, amelyeket alapvetően két kategóriára oszthatunk. Az egyik kategória az úgynevezett cselekvő parancsolatok, vagy pozitív parancsolatok, amikor a Tóra megparancsol nekünk, hogy mit tegyünk, hogy mit tudom én, Pészákkor együnk maceszt, vagy pedig tiszteljük apánkat és anyánkat. Ez egy parancsolat, ez egy cselekvő, vagy ha úgy tetszik, pozitív parancsolat, cselekvésre ösztönző parancsolat. Ebből 248 ilyen van. És van 365 tiltó parancsolat, vagy úgy tetszik, negatív parancsolata a Tórának. Dávid király, amikor azt írja, hogy hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, a hagyj fel a rosszal az a tiltó parancsolatokra vonatkozik, a cselekedj jót pedig a tevőleges parancsolatokra vonatkozik. Értelemszerűen, hagyj fel a rosszal, távolodj a bűntől, azaz ne szegd meg Isten parancsolatait, a tiltó parancsolatokat, cselekedj jót, azaz cselekedd meg Isten pozitív vagy cselekvésre ösztönző parancsolatait. Tulajdonképpen azt mondja Rebe a következő
a rövid összefoglalója ennek, még mielőtt további részletekbe mennénk. Azt kérdezte ez a bizonyos Hillel Paritzer rabbi, ez a híres korai haszid, a haszid mozgalom egyik korai figurája, aki rengeteg haszid történetnek a szereplője. Azt kérdezte a második Lubavitch rebétől, a Mitele rebétől, hogy vajon olyan helyeken is kell haszid irodalmat tanulni, ahol nem szokás, ahol olyan helyeken, ahol nem ismerik a haszid irodalmat. Ugye abban az időben még ugye a haszid mozgalom az viszonylag gyerekcipőben járt, és még nagyon sok helyen, főként akkor beszélünk a mai Litvánia, Lettország, Belarus, Ukrajna területéről, Oroszország, beljebb, egy kicsit beljebb Oroszország felé is, a haszitanok még nem voltak kellően elterjedtek, most beszélünk az 1800-as évek elejéről. És azt kérdezte a mitől rebét, hogy kell-e olyan helyen is tanulni haszidutot, haszid tanulásokat, ahol nem ismerik azokat. És azt mondta neki a mitől rebe, hogy természetesen, hiszen úgy van írva, hogy a Tóra az a Libanonból csörgedezik. És úgy megfejtettük, hogy ez a Libanon szó, Levanon, tudom, itt van a feleségem, csak kiemelt tisztelettel köszöntök, megfejtettük, hogy a Levanon szó, az... Elnézést. A Levanon szó, az különböző misztikus módokon, de tulajdonképpen az emberi értelmet, az ember intellektusát jelenti. És azt mondja a Mitele Rebe, hogy az emberben, a zsidó emberben van egy genuin érzés, egy genuin vágyakozás, egy genuin kötődés a haszid tanok iránt, a haszid tanítások iránt, a misztika, Isten tudat, Isten megismerése iránt. Van az emberben egy ilyen genuin érzés, és sokszor ez a felszínen nem látszik. Nagyon sokszor a felszínre ez nem jön elő. Nagyon sokszor a felszínen az ember nem mutat érdeklődést, de a szívben, jiddisul úgy hívják, hogy van a szívben egy kicsi szikra, pintele jid, egy kis zsidó szikra. Minden zsidó ember szívében van egy ilyen egy kis szikra, egy pici kis tüzecske, ami ott pislákol mélyen, ami lehet, hogy nagyon el van takarva és nagyon el van rejtve, hiszen sok olyan zsidó ember van, aki nem tartja a vallási törvényeket, nem a Tóra alapján él, nem az Isten szolgálat teszi ki az életét, vagy nem az életének a fókusza. De még ezeknek az embereknek is van a szívükben egy pici szikra, ugye, mint régen voltak, amikor fiatal voltam, most is vannak szerintem, ilyen olyan bojlerek, vagy ilyen kazánok, amelyikben volt egy őrláng. Ugye egy láng, ami mindig ott égett, és amikor kikapcsoltad, vagy be akartad kapcsolni a melegvizet, akkor ott meggyulladt, további lángok gyúltak meg, de az első, de a kezdeti láng az őrlángról lett gyújtva. Na, ilyen őrláng van az ember szívében. Ilyen kis őrláng van az ember szívében, amit hogyha megfelelő módon tudunk hozzászólni, ha megfelelő módon meg tudjuk szólítani, hogyha hozzá tudunk férni, akkor ebből az őrlángból, ugye mint a boilerben, az őrlángból egy hatalmas nagy tűz tud, ugyanúgy az emberben, hogyha az emberben pislákoló, pintele íd, kicsi zsidó szikra, felerősítésre kerül, akkor az ember teljes valójában átadja magát az Isten szolgálatnak. Hogy manifestálódik ez? Hogy manifestálódik az Isten az, hogy az ember átadja magát az Isten szolgálatnak? Úgy, ahogy Dávid király írja a Zsoltárokban, hagyj fel a rosszal és cselekedj jót. Hagyj fel a rosszal, azaz tartsd meg a Tórának a tiltó parancsolatait, azaz távolodj el a tiltó parancsolatoktól, ne cselekedj rosszat, és cselekedj jót, azaz tartsd meg a Tórának a pozitív, a cselekvésre ösztönző parancsolatait. Mi ebből az egészből, ugye még egyszer elnézést kérek, ez egy elég, hogy is mondjam, bonyolult koncepció, vagy ugye említettem, hogy hát nem mindegyik tanulás anyaga nagyon egyszerű, és sok, amelyik előképzettséget kíván, bár most már két hónapja gyűrűk egymást, úgyhogy nagyon sok mindent már ismertek, nem kell ezeket a koncepciókat feltétlenül egyenesen bemutatnom, de ha már viszont erről beszélünk, akkor érdemes egy kicsit erről részletesebben beszélni. Azt mondja, hogy okay. Nézzük csak. Kicsit a tíz szféráról, beszéljünk egy picit a tíz szféráról, mert erről volt szó. Azt mondtam,
hogy a tudásnak, a tudás, ami a 10 isteni szféra legalacsonyabbik foka, chokhmá, annak van 32 útja. Egyébként ez nagyon jó ábrázolható, nagyon pofás ábrán is meg lehet jeleníteni, ugyanis a 10 isteni szféra, van 10 isteni szféra, mindjárt mesélem, hogy mik azok, van 10 isteni szféra, és 22 héber betű. És ezek a kabbalisztikus irodalom szerint a 22 héber betű az pontosan kapcsolódik ehhez a 10 isteni szférához, így kijön a 32, amit az előbb mondtam, a Levanon szó első két betűje, Lev, az a szív, az annak a számértéke 32. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni Isten manifestálódását ezen a világon, vagy Isten megjelenését ezen a világon, most próbálom leegyszerűsíteni ezeket a nagyon bonyolult koncepciókat, úgy kell megismerni, úgy kell elképzelni Isten manifestációt ezen a világon, ugye van egy örökkévaló, mindenen felülálló, a fizikai korlátok által, a tér és az idő korlátai által nem korlátozott Isten, és van egy fizikai világ, ami egy nagyon is korlátozott valami, nagyon is korlátok közé szorított valami. Hogy tud a mindenható, örökkévaló Isten manifestálódni ezen a fizikai világon? Úgy kell elképzelni, mint egy spirált, mint egy lefelé menő, egyre vékonyodó spirált. A valami hatalmastól, a valami nagyon profánig, valami nagyon hétköznapig érkezünk meg. Istentől a fizikai világra érkezünk meg. Mint egy spirál, amely egyre szűkül. És egyre szűkül az azt jelenti, hogy egyre inkább korlátok közé van szorítva. Ezt a korlátok közé szorítást egyébként a kabbalisztikus irodalom úgy hívja, hogy cimcum. Cimcum a szó szerint tömörítést jelent. Tehát Isten, ha úgy tetszik, összetömöríti magát, képletesen szólva. Szofisztikált közönségem van, úgyhogy nem fogjátok félreérteni. Istennek természetesen nincsen teste, Isten nem egy fizikai, fizikai testtel bíró valami. De mégiscsak azért, hogy könnyebben elképzeljük, ezért úgy kell elképzelni, hogy Isten korlátok közé, saját magát szorítja korlátok közé azért, hogy manifestálódhasson ezen a világon. Hiszen az örökkévaló Isten és a fizikai világ az két teljesen, hogy is mondjam, ellentétes pólus. Ezért Isten korlátok közé szorítja magát, ez a korlátok közé szorítás pedig 10 lépcsőn keresztül történik, úgy kell elképzelni, mint egy egyre szűkülő spirált, vagy mint egy egyre szűkülő tölcsért. Ez a tíz szint, amelyeken keresztül Isten egyre, hogy is mondjam, Isten egyre inkább korlátok közé van szorítva, ezt a kabbalisztikus irodalom, a zsidó misztika úgy nevezi, hogy a 10 szféra, 10 szint, szféra, 10 szint, szfirot héberül. A legalsó szintje ezeknek, mehetünk fölülről is, meg lehetünk alulról is, ugye 10 szintről beszélünk, fölfelé egyre tágul, lefelé ugye egyre szűkül, a fölfelé értem az örökkévaló Istentől a fizikai világig. A legalsó szint az a chokhmá, az alsó, sőt, az alsó három szint, az isteni szféra ugyan, de az már az emberi intellektusban is manifestálódik. Az emberi intellektusnak ugyanis három lépcsője van, és ez a három lépcső lesz az első három szintje, a legalsó három szintje az isteni szféráknak. Ez pedig a chokhmá, a biná és a daát. Chokhmá, biná és daát. Chokhmá az azt jelenti, hogy tudás, a biná az azt jelenti, hogy értelem, és a dát az azt jelenti, hogy bölcsesség, vagy valami hasonló. Ugye az emberi, az emberi intellektus ugyanis három módon tudja felfogni a világot. Az emberi agy három lépcsőn keresztül fogja fel a világot. Vannak olyan információk, hogy mi történik, az emberi érzékszervei érzékelik a külső világot, és eljutatják ezt az információt az emberi agynak. Az egy agy ezzel háromféle dolgot tud kezdeni ezzel az információval. Vagy bemegy rajta és kijön rajta, az nem kezd az információval tulajdonképpen semmit, érzékeli, felfogja, de nem kezd vele semmit. Ez a legalsó szint. Ez az intellektus legalsó szintje, amikor a tudás nem válik az eszenciájává az embernek, amikor a tudás az tulajdonképpen keresztül megy rajta. Ezt úgy hívják, hogy chokhmá, azaz tudás.
Például tudom-e, hogy mennyi az idő? Vagy tudom-e, hogy milyen az idő kint? Esik-e, vagy fúj a szél? Kinézek, látom, hogy esik, vagy fúj a szél, de ez nem egy olyan információ, ami nem, hogy nem csak nem ragad meg bennem, hanem nem változtat meg engem semmilyen szempontból. Az, hogy most hány óra van, most éppen 20 óra 19 perc van. Ez egy információ, amit az agyam felfog, de nem raktároz, nem csinál vele semmit, hanem amíg kell, amíg szüksége van erre az információra, addig raktározza, vagy addig tartogatja, és utána eldobja ezt az információt. Tehát ez az intellektus legalsó szintje, úgy hívják, hogy chokhmá, azaz tudás. E fölött van... A biná, az értelem. Az értelem az egy olyan aspektusa az intellektusnak, amely felfogja, vagy processzálja az információt. Feldolgozza az információt. Az információ, amit az ember már feldolgoz, ott már van valami viszonyulás az információ és az ember között. Ott már van valami kapcsolat. Az első szinten, ahogy említettem, nagyon kevés a kapcsolat az ember és az információ között. Ha úgy tetszik, az információ kívül áll az emberi agyon. A bináz, az értelem szintjén az információ már része az embernek, tacára annak, hogy nem komoly része, de amiatt, hogy processzálja, felfogni igyekszik az információt, ezért valamennyire részévé válik az információ. És a harmadik, a dát, a bölcsesség a harmadik szintje az emberi intellektusnak, ez már az elraktározott tudást jelenti. Tehát amikor a tudás nem csak, hogy elraktároz, nem csak az ember nem csak elraktározta, nem csak elraktározta, és nem csak emlékszik rá, hanem részévé válik, egyé válik az információval. Az információ és az ember egy és ugyanaz lesz. Ez a harmadik szintje az intellektusnak. Tehát van az érzékelés, a felfogás és a tudás, vagy a birtoklás. Ez a három szintje van az emberi intellektusnak. És ez a három szint, tehát a legalsó három szféra, a kabala szerinti legalsó három szféra, abban a spirálban, abban a 10 lépcsős spirálban, amelyben az örökkévaló Isten manifesztálódik ezen a fizikai világon. Jó, tehát még egyszer, örökkévaló Isten és a fizikai világ 10 lépcsőn keresztül, Isten 10 lépcsőn keresztül szorítja magát határok közé, annak érdekében, hogy manifesztálódni tudjon ezen a világon. A következő, a negyedik szint, alulról nézve a negyedik szint, azt úgy hívják, hogy chesed. Chesed az azt jelenti, hogy jótékonykodás. Jó cselekedet, szeretet, jó tétemény. Ez a negyedik, alulról nézve a negyedik szint, fölülről nézve a hatodik. A következő a gvura, az erő, a bíráskodás, az igazság. Ugye a szeretet, ha belegondoltok, a szeretet és az igazság az valamilyen szinten konfliktusban áll egymással, vagy nagyon gyakran áll egymással konfliktusban. Nagyon gyakran áll egymással konfliktusban. Ugye? Mondok egy példát. Az embernek a gyereke valami rosszat csinál. Ugye? Az igazság, az erő, a bíráskodás attribútuma az azt diktálná, hogy az ember példás büntetést adjon a gyereknek. Ugye ezt mondaná az igazság. Ugye most az igazság az minden érzelemtől mentes. A bíráskodás az minden érzelemtől mentes. Ott tényekre szorítkozunk. Ez a gvura, ez az erő. Tényekre szorítkozunk. Bíráskodás, erő. Ezzel szemben áll valamilyen szinten a szeretet, mert a szeretet közben pedig nem adna a gyerekünknek példás büntetést azért, amit csinált, mert az ember jótékonyan, mert az ember szeretettel áll hozzá a másikhoz. Tehát azt akartam csak ezzel a példával érzékeltetni, hogy sokszor az igazság, vagy az erő, az konfliktusban áll a szeretettel. De gondoljunk csak a házastársak közötti, ingadozó érzelmi állapotra. Az egyik alkalommal a szeretet jellemzi mondjuk a férj és a feleség viszonyát, más alkalommal pedig a konfliktus. És ezek a dolgok, ezek nagyon ritkán férnek meg egymással. Tehát a bíráskodás és a szeretet az nagyon ritkán fér meg egymással. Mert a bíráskodás az tényszerű, a bíráskodás az értelem, a szeretet pedig érzelem.
és az értelem és az érzelem gyakran vannak konfliktusban egymással. Tehát a legalsó szint a tudás, a következő szint a felfogás, vagy az értelem, a harmadik szint a bölcsesség, a negyedik szint a szeretet, az ötödik szint a bíráskodás, vagy erő, a hatodik szint a tiferet, azt jelenti szépség, gyönyör, a következő szint a necach, az szó szerint azt jelenti győzelem, a hetedik szint az hod, az pompa, a kilencedik szint az jiszod, az alap, és a tizedik szint a málhut, a királyság. Ezt a felső öt szférát, a legfelsőbb öt szférát, azt majd egy másik alkalommal kibontunk. Tehát málhut, jiszod, királyság, alap, hod, az pompa, necach, győzelem, tiferet, szépség, aztán jön a gvurá, erő, aztán jön a chesed, az szeretet, vagy jóság, aztán jön dát, ami bölcsességet jelent, aztán biná, ami értelmet jelent, és aztán chokhmá, ami tudást jelent. Egyébként, ha érdekel, csak egy érdekes side note, hogy az alsó három szféra, hogy az emberi intellektus, a tudás, az a felfogás, vagy a tudás, az értelem és a bölcsesség, chokhmá, biná és dát, ennek a három szónak a kezdőbetűiből van a chabad szó, a chabad ugye az a lubavicsi mozgalom, chabad, haszidok, ugye a lubavicsi rebe, jó magam is, a lubavicsi rebe is, chabad, haszidok vagyunk, tehát a chabad az ennek az intellektusnak a három szféráját jelenti, aminek tulajdonképpen az a mondani valója, hogy a chabad haszidizmus az egy olyan filozófia, amely az Isten szolgálatot az értelem, az intellektus irányából közelíti meg, sem mint az érzelem irányából. Az érzelem is nagyon fontos, de az érzelem az nem maradandó, az értelem viszont maradandó. A chabad filozófiai szerint a moach sholet ala lev, az ember agya uralkodik az ember szívén, az ember az életét értelemmel, és nem pedig érzelemmel éli, vagy pontosabban az érzelmek is nagyon fontosak, de nagyon fontos, hogy az embernek az értelem uralkodjon az érzésein, hiszen ezért vagyunk emberek, ez különböztet meg minket az állatoktól, az ember, ahogy nekem nagybátyám, Isten nyugasztalja, azt szokta volt mondani, hogy az ember akkor eszik, amikor éhes, nem pedig akkor, vagy az ember akkor eszik, amikor ideje van, nem pedig akkor, amikor éhes. Mert csak az állat eszik akkor, amikor éhes, az ember meg akkor eszik, amikor ebédidő van, meg amikor vacsoraidő van. Kedves barátaim, ez lett volna a mai tanulás. Elnézést, ez egy kicsit bonyolult és összetett ez a téma. Pár perc múlva ki fogom tenni itt a blog Facebook oldalán, és akkor lehet, hogy egy kicsit írásban látva, lehet, hogy egy kicsit több értelmet fog nyerni. Isten áldjon benneteket, jó egészséget, holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel, igyekszünk, ugye ne felejtsük el, hogy mi két napnyi anyagot be kell pótolni, ez pedig a két napnyi anyag, az pedig az elmaradt péntek este és szombat este, ugye a péntek este és szombat este nem találkozunk, úgyhogy ezt pedig igyekszem majd a hét folyamán bepótolni. Kedves barátaim, szép estét mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jó egészséget, vigyázzatok magatokra!